Na, akkor próbáljuk meg ismét ezt a fordított keresztes főellenfelet legyőzni, hát jó néhány millió idegsejt halála után és több órányi gyakorlás után most már talán sikerülni fog, egész jól állok, megvan az összes életem, bár a kantinyóim elfogytak, és megint megsebzett egy, nem baj, hú, ez közel volt, és az már belém jön a rohadék, nem érdekel, most meg fogom csinálni ezt a rohadt keresztet, szét fogom verni, most már elegem van komolyan, nem fog kifogni rajtam. Hát nem hiszem el, utolsó élet, és ez az sikerült végre a rohadt. Fú, ne tudjátok meg mennyire örültem ennek. Annak már kevésbé, hogy miután ezt legyőztük. Gyakorlatilag még 2 percen keresztül nézhetjük ezt a képet, úgyhogy menjünk a következő pályára, ahol családlátogatást teszünk faszéknál, mármint faszékek között. Azért így fadarabban jelentősen könnyebb kinyírni ezeket a székeket, tehát együttéssel szét lehet őket csapni, és kicsit távolabbról is, mint az öklünkkel. Na de haladjunk tovább a következő részhez, ami annak ellenére, hogy nem úgy tűnik baromi könnyű, itt csak időzíteni kell az ugrásunkat, ez elég könnyen ment, és szinte mindig sikerült. A végén válaszúthoz kerülünk, és én barom fölfele vettem az irányt, ahol egy ilyen terem fogadott, ilyen... Fönt valami szellemnő tart valami koponyát, a festményekből kiszakadnak arcok, már 2 vannak ezek, ez nem az én pályám, úgyhogy gyorsan leugrottam, mi lehet ennél rosszabb. Hát egy zombikkal teletömött helyre kerültünk, ahol nem elég folyamatosan lecsapkodni őket, ez az élőholt mágus folyamatosan feléleszti őket, mondjuk ez eléggé hasonlít a Gothic 1-ben és 2-ben a csontváz mágusokra, de valószínűleg nem onnan szedték a készítők. Minden esetre ezt úgy lehet csak kinyírni, hogyha elkapod a ritmust, amit elég nehéz, főleg, hogy mindkét oldalról jönnek ezek a rohadék zombik. Na de ha egyszer sikerül, akkor már csak folyamatosan ezt a mintát kell követned és imádkozni, hogy ne élessze fel a zombikat, mielőtt meg tudod ütni. De ha ez sikerül, akkor mehetünk tovább és végre megtaláljuk azt, akiért végül is bejöttünk ebbe az épületbe. Itt van a nőnk. Aki biztos örül neki, hogy kicsit kigyúrtabbak lettünk, meg a maszk is biztos tetszik neki, de lehet, hogy mégsem. Nem tudom, mi zajlik itt, ez eléggé ideges lehet. Ú, azt a mindenit, hát drága, ez már nem nagyon fog menni. Valahogy nem jönnek be ezek a szadomazós dolgok, főleg, hogy hatalmas 3 méter hosszú körmeid lettek. Na, de eddig sikerült megúsznom, hogy nagyon eltaláljon. Na, és megint mi történik? Én is elkezdek irángatozni, hát ettől megnyugszik. Nem úgy tűnik, megint beidegesedett. Igazából ez egy egész könnyű főellenfél, hogyha megtaláljátok azt a pontot, ahonnan nem tud eltalálni. Bár a vége felé így is taktikát vált, és előre felé kezd ugrálni, és innen elég nehéz sebesülés nélkül megmenekülni. Viszont, hogyha 3x4-szer lecsapjátok, akkor összeesik. Mi pedig oda megyünk, és megpróbáljuk szerencsétlent fölemelni, de porrá válik a kezünkben. És a jobb oldalról bejövő UFO pedig bemutat nekünk, hogy gyere köcsög, de hát mit más tehetnénk, megyünk előre, ebbe a hatalmas nagy hányásba beleugrunk, na és ez a pálya a játék legirritálóbb, legnehezebb része, leszámítva persze a fordított keresztes főellenfelet. Szerintem itt egy végbél csatorna belsejében vagyunk, és mindenfelé ezek a takony gömbök jönnek a bél csatorna faláról, és ha ezek így megnőnek, akkor kifejlődik belőlük ez a kis átlátszó takony maki, aki hogyha közel kerül hozzánk, akkor nem megsebez, hanem ránk ugrik, és ezáltal megy le az életerünk, és valamikor több is ránk tud ugrani, és egyébként is minden irányból jönnek ezek a takony gömbök, és azok is megsebeznek minket, szóval agyrém ez az egész pálya, kikerülhetetlen némelyik takony gömb, ez a kis rohadék is mindig rádugrik, hogyha képen kívül fejlődik ki, akkor visszaugrik, nézzétek meg, micsoda káosz van ott. Egyszerűen az hajamat téptem már a vége felé, hogy ezt muszáj megcsinálnom, mert kíváncsi voltam a játék végére, de már megint úgy voltam, hogy feladom, mert folyamatosan kinyíltak, ráadásul itt a vége előtt, aztán valamilyen isteni csodának hála eljutottam a végéhez, és elkezdtem ütni ezt a hatalmas undorító pattanásszerű szart, és folyamatosan küldi ezeket a takonymakikat, ránk akaszkodnak, megint vége, idegesítő, komolyan nem tudtam már mit csinálni, és csak most jöttem rá, hogy ebben az emulátorban van ilyen state save és state load, magyarán gyors töltés, gyors mentés, erről majd fogok írni a blogbejegyzésben, ahogy azt is leírom, hogy hol lehet a játékot online játszani.
mert komolyan, ilyen gyors mentés, gyors töltés nélkül szerintem lehetetlen végigvinni ezt a játékot. Legalábbis anélkül, hogy az elme gyógyba kerülnél. Minden esetre már az utolsó pályán vagyunk, ahol égő, hatalmas ropi darabok, illetve ezek az égő emberek vannak itt. Hát itt megint csak ritmusjáték az egész, de eléggé ki van centizve. Plusz ezeket a rohadékokat sem lehet megütni, már az is sebez, hogyha hozzáérsz. Úgyhogy tényleg itt már a idegességnek már azon a szintjén voltam, hogy nem érdekel, tényleg muszáj megcsinálnom. De nézzétek, mi zajlik a képernyőn. Ez egy centinyi mozgás tered van, és így kellene megcsinálni az egészet. Na de nagy nehezen a 20. próbálkozásra talán eljutottam a fő ellenfélig, ami egy hatalmas nagy fej, amit a fanok mozzarellának kereszteltek el, mert úgy néz ki a pofája, mint hogyha egy ilyen olvad sajt lenne. Hát nem a legnehezebb főellenfél, ez a fordított kereszthez képest jelentősen könnyebb, és az előző pályához képest pedig maga a mennyország, ugyanis itt csak a kezeire kell figyelni, illetve arra, hogy amikor kijön a földből, akkor elkerüljük a ránk eső földdarabkákat, mert valamilyen ok folytán az is sebez minket. Itt valójában nem a nehézségről van szó, hanem leginkább arról, hogy rengeteg ideig fog tartani ez a csata, ugyanis legalább 5-6-szor térfelet fog váltani, és közben folyamatosan fog a kezeivel kapkodni utánunk, illetve, ahogy látjátok, a föld felől kirepülő darabkák is sebeznek minket, ami nem tudom, hogy miért van. A kezének a külső fele is megsebez minket, az is megsebez minket, hogyha a levegőben vagyunk, az is megsebez, hogyha a földön vagyunk, minden meg fog sebezni ebben a játékban, és az előző pályákon is, de mostanra tényleg elértem arra a szintre, hogy nem érdekel, megcsináltam, ez is nem mint a különösebb örömmel töltött volna el, ugyanis még 3 percig folyamatosan nézni kellett ezt a képet, hogy ez a ördögi szellem fejét kilövi magából ezeket a csillagszóró valamiket. És tényleg ezen a ponton ennyi idegességgel és szivatással a háta mögött az ember már nem azért örül, hogy de király, végigvittem ezt a játékot, hanem hogy de jó, hogy nem lesz több pálya ebben. Mert kíváncsi voltam a végére, és tényleg azt végül is megkaptam. Peti áll a ház előtt. Lerobban a fejéről a maszk, majd a stáblista végén ismét összeáll és röhög rajtunk hülye játékosokon, hogy ezzel a játékkal szívtunk. A grafika a korához képest gyönyörű, az irányítás a becsúszás leszámítva teljesen jó, a hangokkal semmi gond nincs, de a játék maga nehéz. Nehéz, 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 nehéz! A játék a lehetséges 10 pontból nehéz, 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 nehéz! Mindenki csak saját idegrendszerének felelősségére. Szevasztok!